2022. január 22. A vmm.hu oldalon megjelent írás. Milanovics Domi könyv ajánlója. Melanie Joy legújabb, hatalomarhia című könyvéről. A szerzőről. Melanie Joy 56 éves, amerikai szociálpszichológus PHD, a Harvard Egyetemen végzett pszichológus, nemzetközi előadó, kapcsolati és szervezetfejlesztési kócs. 5. Több díja kitüntetett könyv szerzője. A Massa Husecsi Bostoni Egyetem pszichológia és szociológia professzora volt 11 éven át, ahol a privilegizáltság és elnyomás, feminista pszichológia és állatvédelem témákban adott elő. Hat kontinensen, több mint 50 országban tartott előadásokat, munkásságáról a nemzetközi média legjelentősebb fórumain számoltak be. Az erőszakmentes társadalomért végzett munkáját a himsadíjjal tüntették ki amelyet korábban a Dalai Láma és Nelson Mandela is megkapott. Melania Bei Onczarn is jótékonysági szervezet alapító elnöke. Íme a könyv ismertető. Az igazságtalan rendszerek lélektanába vezet Melania Joy új könyve. Így kapcsolnak le a józan eszünkről és az együttérzésünkről. Első. Sokféle bántalmazás, azonos rendszer. Általános tendencia hogy az elnyomás különböző formáit egymástól eltérőnek észleljük, azt hiszük, a szexizmus, a rasszizmus, a korizmus, a geizmus, vagy a transzfóbia nagyon más jelenségek, holott a valóságban rengeteg a közös bennük. Hajlamosak vagyunk arra is, hogy életünk három kapcsolati dimenzióját elszigetelten kezeljük, ne lássuk meg az összefüggéseket a között, ahogyan saját magunkhoz és a közvetlen környezetünkhöz viszonyulunk, illetve ahogyan a társadalomban létezünk. Pedig ugyanaz a diszfunkcionális dinamika alapozza meg az összes problémás kapcsolatot mind a három szinten mutat rá a Harvardon végzett pszichológus, Melanie Joy legújabb, Hatalomarchia című könyvében. A professzor szerint az elnyomás és a bántalmazás egyik fő mozgatórugója az erkölcsi érték hierarchiájába vetett hit, az a tudatos vagy tudattalan meggyőződés, amikor valaki egyes egyéneket vagy csoportokat erkölcsi szempontból érdemesebbnek tart másoknál. Ez a hiedelem húzódik meg minden előítéletrendszer mélyén, és amíg ezzel nem kezdünk valamit, addig hatatlanul reprodukálni fogjuk a hatalom igazságtalan elosztását, bármennyire is jót akarunk. Ahhoz, hogy szabadon és egyenlően éljünk, nem elég felelősségre vonni az autori tervezetőket és eltörölni az antidemokratikus törvényeket, hanem a gondolkodásunkat kell átformálni, és azt a módot, ahogyan kapcsolódunk egymáshoz. Fejlesztenünk kell a kapcsolatiságot. Bár vannak egyéni különbségek, a kapcsolati műveltség kollektív szintje feltűnően alacsony hívja fel a figyelmet. Joy. A legtöbb embernek sajnos alig van lehetősége akár az iskolában, akár a későbbi élete során, megismerni és begyakorolni a kapcsolódás egészséges módjait. Nem tanul önismeretet, éber jelenlétet, erőszakmentes kommunikációt. Nem sajátít el olyan magatartásformákat, amelyek a kapcsolódást erősítik, a biztonság és a kölcsönös elhatalmazás érzését táplálják, integritást tükröznek, vagyis az értékeinkkel összhangban történnek és tiszteletben tartják minden résztvevő méltóságát. Utóbbi pont azt jelenti, hogy átérezzük és elismerjük a másik ember vagy élő lény eredendő értékét, és úgy bánunk vele, ahogy szeretnénk, hogy velünk is bánjanak. Joy ezzel szemben nem kapcsolati magatartás formáknak nevezi azokat, amelyek a bizonytalanság, a hatalomtól való megfosztottság, az elválasztottság érzését keltik, Sértik az integritást és rombolják a méltóságot. Olyan mentalitásról van szó, amelynek során anélkül szerezzük meg azt, amit akarunk, hogy tekintettel lennénk a többiekre. Ebben a dinamikában merev kategóriák képződnek, nyertesek és vesztesek lesznek, a csoportok pedig egyre különbözőbbnek látják magukat. Ha nem vagyunk tisztában ezekkel a folyamatokkal, ha nem ápoljuk a kapcsolati műveltségünket, akkor azt kokáztatjuk hogy belecsúszunk a nem kapcsolati magatartás formákba, a bennünk lévő együttérzés részekre bomlik, és egyre szűkül azoknak a köre, akiket részesítünk belőle. Létezik pozitív hatalom. A legtöbb emberben negatív érzések keletkeznek, amikor meghallja azt a szót, hatalom. Rögtön tekintélyevűségre, visszaélésekre, leigázásra, kihasználásra gondol. Ez azért lehet, mert a hatalomhoz való diszfunkcionális viszonyulása norma magyarázza a szociálpszichológus, pedig alapvetően a hatalom nem más, mint az arra való készség vagy képesség, hogy egy vágyott kimeretel elérése érdekében befolyást gyakoroljunk másokra, magunkra vagy eseményekre, ez kell tehát a változáshoz, az életünk kézben tartásához, a céljaink megvalósításához. A hatalmat nem csak kisajátítani lehet, hanem megosztani is. Amikor hatalmunkat az együttműködő hatalom modellje szerint használjuk, figyelembe vesszük döntésünk másokra gyakorolt hatását, és a nagyobb egész legjobb érdekét szem előtt tartva cselekszünk, nyertes-nyertes helyzeteket hozunk létre, növeljük a kapcsolódást, tetteinket az együttérzés és az igazságosság vezérli. Mivel ebben a szemléletben mindenki ugyanolyan értékes és egyenlő, a szégyent és a fölényt fel tudja váltani az egészséges önbecsülés. A helyet pedig, hogy a múltban lennénk, traumatizáltság vagy függőségekbe menekülnénk, megtanulhatunk a jelenben lenni. Néha jusson eszedbe, hogy ennél lehetne sokkal nehezebb is, holnap kezdődik a budapesti Nemzetközi Dokumentum Fesztivál. Jól hangzik. Akkor miért olyan nehéz? Az életünkre legnagyobb befolyás gyakorló rendszerek gyakran azok, amelyeknek a szerepeit és szabályait nyíltan soha nem is tanították meg nekünk. Mégis tudattalanul és teljes mértékben magunkévá tettük azokat. Olyan dalokra masírozunk, amelyeket nem hallunk, olyan társakkal, akiket nem látunk, életben tartva olyan táncokat, amelyeket szívünk szerint soha többet nem járnánk, írja a arra utalva, hogy a nem kapcsolati magatartásformákra, illetve a hatalom diszfunkcionális használatára egész rendszerek épültek fel. Ezeket nevezi hatalomarhiáknak a hatalomarhiák legfőbb ismérve, hogy a benne résztvevő egyének vagy csoportok között nem egyszerű, hanem igazságtalan hatalmi egyensúlytalanság állami fenn. Mi a különbség? Egyszer hatalmi egyensúlytalanság például, jobb esetben, a szülő-gyerek viszony. Nincs köze a felek erkölcsi értékéhez, hanem funkciója van, a szülő gondoskodik a gyerekről, védelmezi, ellátja a fizikai, érzelmi, társas szükségleteit. Idővel viszont a gyereknek egyre több hatalma és felelőssége lesz, változnak a szerepek. Az igazságtalan hatalmi rendszerek szerkezete viszont olyan, hogy fenntartja vagy tovább növeli az egyensúlytalanságot, igazából azt biztosítja, hogy a hatalom soha ne egyenlítődhessen ki. Segíthet, ha úgy gondolunk a hatalom arhiára, mint egy túlélési ösztönnel rendelkező élőlényre. Ahhoz, hogy önmagát táplálni tudja. Egy másikra van szüksége, egy másik, kevésbé értékesnek tekintett egyénre vagy csoportra. Nem számít, ki az a másik, az csak azért létezik, hogy életben tartsa a túlhatalmi dinamikát, fenntartsa a hatalmi egyensúlytalanságot, illetve a hatalmat birtokló egyén vagy csoport felsőbbrendűségének érzését. Így, amíg a hatalomarchia egy rendszer normája, az mindig talál magának utata megnyilvánulásra. A rendszer áldozatai változhatnak, a hatalmi dinamika azonban érintetlen marad. Ismerős. Eddig ott tartunk tehát, hogy a hatalomarchiákat azért nehéz felszámolni, mert egyrészt alacsony a népesség körében a kapcsolati műveltség, nem ismerünk, nem gyakoroltunk be egészséges alternatívákat, másrészt maga a rendszer arra kondicionál minket, hogy ott is fenyegetést észleljünk, ahol nincsen. És akkor is védekező üzemmódba kapcsoljunk, amikor nincs rá szükség. Mivel nem érezzük magunkat biztonságban, harcolunk, menekülünk, vagy lefagyunk, olyan állapotba kerülünk, amelyben nagyon nehéz empatikusnak vagy racionálisnak lenni. Ez azt is jelenti, hogy a nem kapcsolati magatartás formák fognak dominálni, ami hozzájárul a hatalomarhia fenntartásához. De ha ez nem lenne elég, a rendszernek vannak további biztosítékai a torzítások távolság képző mechanizmusként működnek. A a kognitív torzításai elferdítik érzékelésünket, és eltompítják érzéseinket, így olyan dolgokat teszünk, amelyeket egyébként mélységesen visszataszítónak találnánk, úgy alkotják meg a torzításokat, hogy azok blokkolják a cselekedeteink következményeivel kapcsolatos tudatosságunkat, és csökkentsék a mások felé irányuló természetes empátiánkat lekapcsolnak bennünket, a józan eszünkről, az együttérzésünkről, és végső soron az integritásunkról figyelmeztet Melanie Joy. De milyen torzításokról beszél? Ezekre szép számmal hoz példákat a könyv. A hatalomarchia gyakran tagadja az elnyomás létét, vagy egyre rejtettebb a valósítja meg azt? Igazolásokat gyárt, azt akarja elhitetni velünk, hogy a túlhatalom normális, természetes, Tudományosan vagy történelmileg megalapozott, netán szükséges. Például nincs más választásunk, ha meg akarjuk védeni magunkat, pont. A külső csoportot tárgyiasítja, a tagjait pedig megfosztja az egyéni vonásoktól, sztereotipizálja. Az ellenrendszereket, társadalmi egyenlőségre irányuló mozgalmakat igyekszik érvényteleníteni, vagy akár egész csoportok létezését kétségbe vonni. Ez csak egy trendpont. Úgy tesz, mintha csak akkor lehetne kritikát megfogalmazni, ha az ember rögtön teljesen kidolgozott alternatívával állami elő. Az aktivistákat érzelmileg túlfűtött, irracionális egyéneknek állítja be. Harc a valóságért. Gondolj bele, mennyivel nagyobb hatása van annak, ha a szülő mondja a gyermekének azt, hogy buta vagy, mint fordítva veti fel a szociálpszichológus. Egy hatalomarhia hasonlóan működik a kevés hatalommal rendelkezők hajlamosak magukat a túlhatalom birtokosainak szemén keresztül nézni és elhinni a domináns narratívákat. Belsővé teszik és magukra vonatkoztatják az őket érő előítéleteket, hogy alacsonyabb rendűek, betegek, deviánsak, és emiatt szégyenkezni fognak. Megtanulják a saját szükségleteiket leértékelni és elvetni, még a szükségleteik felismerése is gondot jelenthet számukra vagy bűntudatuk lehet kifejezni azokat. A hatalomarchia számos narratívát létrehoz, hogy biztosítsa magát. Tekintésebbnek látjuk a domináns csoporttagjait, a nem domináns csoporttagjainak haragjával kapcsolatos érzékelésünk torzul. Az igazságtalanság miatti jogos felháborodásról gondolhatjuk hogy egyfajta jellemhiba. Amint elkezdjük fenntartani magunknak a jogot, hogy a valóságot egyes egyedül mi határozzuk meg, az azt jelenti, hogy egy másik ember megéléseinek igazságát is mi diktáljuk. Ez viszont meglehetősen abuzív és alapjaiban érvénytelenítő jellegű, például, amikor kétségbe vonod valakinek a nemi identitását, vagy azt, hogy egyáltalán létezik olyan, hogy nem identitás ha hozzászoktunk a kiváltságainkhoz, az egyenlőséget elnyomásnak érezzük. Idéz egy ismeretlen eredetű mondást Joy. A torzításokon és a narratívákon kívül a privilégiumok a hatalomarhiák további támaszai. Olyan előnyök, amiket a többlet hatalommal rendelkező egyének csoportjának biztosítanak, még másoktól megtagadnak. Az az érdekes bennük, hogy nem csak fenntartják bizonyos emberek érdekeltségét abban, hogy mások felett túlhatalmat gyakoroljanak, hanem meg is könnyítik a túlhatalom gyakorlását, hiszen a kiváltságok megnövelik annak esélyét, hogy sikeres legyél az életben. Legalábbis, ha a sikert a domináns narratíva szerint értelmezük, azaz a diplomák számában, a megszerzett pozícióban vagy pénzben mérjük. Bár a privilégiumokról sokan anyagi javakra szociálnak, nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire jelentős a lélektani vonatkozásuk. A szociálpszichológus ezt így fogalmazza meg, a társadalmi hatalomarhiák narratívái megtanítanak minket például arra, hogy magunkra mint vonzó vagy visszataszító, mint erős vagy enge, mint érvényes vagy érvénytelen szükségletekkel rendelkező, mint értékes vagy értéktelen emberként tekintsünk, másokhoz képest jobbként vagy rosszabbként. És persze az sem mindegy, hogy akár az oktatás, akár a média mennyire tükrözi vissza, mennyire árnyalja, érvényesíti a tapasztalataidat. Vagy az identitásodról való beszéd ki van tiltva az iskolából. Kamaszként nem láthatsz hozzá hasonló embereket a tévében. Az elnyomáson túl, Melanie Joy két külön fejezetben, inspirálóan tárgyalja a hatalomarhiák felszámolásának lehetőségeit. Az eddigiekből következik, Mennyire fontos a rendszer működéséről való tudás, a kapcsolati műveltség és az önreflexió fejlesztése. Lényeges továbbá, hogy elköteleződjünk a kiváltságaink a való szembenézés mellett. De az is, hogy miközben tanulunk, ne várjuk el az elnyomott csoportok tagjaitól, hogy a tanáraink legyenek. Gyakran úgy érezhetjük, hogy pusztán kiváltságunk megismerésének szándéka egyfajta hőstett, ezért azoknak, akiket kiváltságunk hátrányosan érint, hálásnak kellene lenniük a lehetőségért, hogy taníthatnak bennünket. De ez nem így van. Fogad el, ha nemet mondanak neked, kérj olvasni valókat, vagy önállóan keres rá fogalmakra a neten, hogy a másikat tehermentesítsd. Arra is érdemes felkészülnöd, hogy a privilégiumaidról való beszélgetés során jó eséllyel megtámadva érzed majd magad. Ez teljesen természetes, így működik a hatalomarhia. Előfordulhat, hogy túlzásnak tartod majd mások igazságtalanságra adott haragját, kisebbíted a kiváltságok okozta szenvedést, vagy azt feltételezed, hogy a saját, domináns narratívád érvényesebb, mint az alárendelt narratíva, pedig valószínűbb, hogy ennek pont az ellenkezője igaz. Ahelyett, hogy az ördög ügyvédjét játszod és kérdésekkel bombázod, még ha valós kíváncsiság is vezérel, vagy magadról beszélsz túl sokat, ami rád fordítja vissza a figyelmet, csak hallgasd meg őt, együttérzéssel, empátiával, ítélkezés nélkül. Ne az legyen a célod, hogy igazad legyen, megnyerd a vitát, vagy hiphop, megold az életét, arra törekedj, hogy minél jobban megértsd a megéléseinek igazságát. Könnyen azzá válhatsz, ami ellen küzdesz. Számtalanszor megesik, hogy egy rendszer a hatalom kiegyensúlyozását és az integritás növelését tűzi ki célul, a szerkezete, dinamikája mégis a hatalomarhiát idézi. Ezeket hívja a Joy Pseudo együttműködő hatalmi rendszereknek. Honnan lehet felismerni őket? Érdemes látni, hogy minden egyes interakció két részből állami, a tartalomból és a folyamatból. Tehát nem csak a számít, mit üzen egy párt, csoport, szervezet, egyén, hanem az is, hogyan működik, és ez a kettő mennyire van összhangban egymással. Demokráciát hirdet, miközben a vezető egy személyben dönt mindenről. Sok színűségről papol, de csak fehér férfiak vesznek részt a kerekasztalon. Egyetlen fogyatékossággal élő embert sem hívnak el az inklúzióról szóló tévéműsorba. Vedd észre, hogy valami nem stimmel. Ez azt is jelenti, hogy ha úgy küzdünk a társadalmi igazságosságért, hogy átveszük az elnyomók eszközeit és narratíváit, az jó eséllyel a hatalom újra termeléséhez fog vezetni. Tedd fel magadnak a kérdést, úgy kommunikál az adott személy vagy csoport, ami integritást tükröz és tiszteletben tartja a méltóságot. Beleértve azok méltóságát is, akiknek a politikáját és gyakorlatait vitatja a javasolja a szociálpszichológus, Felelősségre lehet és kell is vonni azokat, akik visszaélnek a hatalommal. Ez nem kérdés. Azonban ügyelnünk kell arra, hogy közben ne használjuk ugyanazokat a nem kapcsolati magatartásformákat, mint az elnyomók. Mindezekkel együtt Gyógy arra is kitér, mennyire fontos elkerülnünk az erkölcsi perfekcionizmus csapdáját. A hatalomarhiákkal szembeni küzdelem várasztó és veszélyes munka, és aki ezt vállalja, Hajlamos irreális vagy igazságtalan elvárásokat megfogalmazni saját magával szemben. Nem kell és nem is lehet minden pillanatban tökéletes összhangban lenni az értékeinkkel. Rengeteg hibát el fogunk követni, miközben igyekszünk a világ néhány problémáját orvosolni, és ez így van rendjén, mert esendő emberek vagyunk. A magyar aktivistáknak is üzent míg 2012-ben az Ilga Európa nevű szervezet az LMBTQ jogok tekintetében 49 európai ország közül a 9. helyre sorolta Magyarországot, addig 2019-re a 28. helyre zuhantunk vissza, és csak ezután jött a java, a nem jogi elismerésének és az azonos nemű, egyedülálló szülők által örökbefogadásnak az ellehetetlenítése. A gyermekvédelminek nevezett törvény, a pedofíliával való rendszeres összemosás, a népszavazási kérdések. Fájdalmas megélni, hogy itt tartunk, hogy ilyen jogfosztások megtörténhetnek és meg is történnek. Ha aktivista vagy, legyél nagyon együttérző magaddal, tudd, hogy egy olyan rendszer megváltoztatásán dolgozol, amely nem csak mélyen rögzült, de hatalmas erővel vissza is csap. Ha erkölcsi felháborodást, szorongást, frusztrációt, zavart, gyászt és kétségbeesést érzel, az teljesen normális pszichológiai válasz, amikor ennyire lenyomnak. Légy együttérző más aktivistákkal is. Néha, amikor egy mozgalmat ekkora mértékű stressz ér, az a szokásosnál is több beharcot válthat ki az aktivisták között, és a mozgalom végül elvégzi az elnyomó rezsi munkáját azzal, hogy önmagának árt. Az egymásra való odafigyelés és az öngondoskodás gyakorlása elképesztően fontos. Ennek egy módja lehet, ha olyan gondolatébresztő és sokat adó olvasmányokkal töltődsz, mint Melanie Hatalom hatalomarhia című könyve. Mindenkinek ajánlom, nem csak aktivistáknak.